Itt, amikor esik az eső, gumicsizmába lehet elmenni, sárban. Olyan sárban meg megáll a víz, mert összefolyik a két, sehol nem tud lefolyni, itt áll a víz, a járdán, és csúszik, és arra meg még rosszabb, az borzasztó. Ott mentem orvoshoz, és besüllyedtem a sarba, ide csúsztam. Ezen valamit kellene segíteni, mert életveszélyes. A gyerekeink megcsúsztak, mi megcsúsztunk már rajta. Bárki kitörhet egy kezitlábát, de hiába szép, mert látszatban nagyon szép, de viszont nem úgy funkcionál, ahogy kellene. Megnézhetjük a kollégákkal, és hogyha az ezen segítsenek a kérdésünk. Semmi más probléma nincsen. Járt a szélini azokat, a köveket nem rakták, és a föld szépen jó, megnézhetjük. Sőt, ez a rész folyik le. Meg a víz nem tud elfogni. Még a zöld nem alakult ki, nincs meg. De a víz is meg fog állni, hogy a zöld meg lesz, akkor is le fog folyni. Amikor elkészült a kövezet, rész ott már volt. De ez tényleg nagyon kicsi éveket megkészülnek. Nem lehetne itt a Tudánváron környéken valahol egy olyan csinálni, ahol a nagyobb gyerekek, tizenévesek egy kondi pályát, hogy... Azt tervezés alatt van is egy pályázatunk a Szivármány Gyermekház melletti területen, a Pécsi Lenkán, direkt egy ilyen nagyobb gyerekeknek, felnőtteknek szóló játszóterv terv van elkészítve. Elméletileg megvan a támogatás, viszont még nem szerződéskötésben nem lépünk. Tehát az a következő lépés, ugye itt lett a kisgyerekeknek, itt az építők mögött van az a nagyon szép kis játszótér, amit ott a lakókkal közösen csináltunk, szerintem ez gyönyörű. A Szilárd Leóba ugye a nagy játszótér, ott igyekeztünk fejleszteni, hogy mozgássérült gyerekeknek is legyenek játékok. A felnőtt játszóteret azt ott készítjük a Pécsi Blankán, és ami legújabb, hogy a Békeparkra is készítettünk egy rehabilitációs fejlesztési tervet, aminek a keretében ott is egy kétütemes játszótérfejlesztés meg fog valósulni. Az első ütemét már most készítettük, a következő pedig, amit a befejeződik, jövő tavasszal az indítás. Tehát abszolút hát jellemzően a homokozó használat az úgy van kezelve, hogy akkor van idő, vagy jelzi a szülők, hogy szeretné, ott akkor azt kialakítjuk, igen, viszont igen. Harkányban is. Igen, most, hogy itt van ez a szép játszótér. Sokan megállnak itt, és sokan jönnek. Viszont a korábbi években, ami itt volt homokozó, az nem volt használva. Most valószínűleg így volt a homok, meg elnézést, én azt mondanám mindenkinek, hogy menjünk át ahol érkezett a lakosság, és akkor ott beszélgessen tovább, jó? Most erről tudok beszélni, mert... Persze, csak a Hajnóci piacon egy kicsit ehetnek is, és sokkal kellemesebben tudunk beszélgetni. Ha szegértünk el, nem akkor, hogy mert akartuk elmondani. Nem is olyan nagy probléma, mert ez nem marad, hello. Nem is olyan nagy probléma, csak oda jöttek meg, hogy sorozni, legyen többé, csevetek, minden megtanulni.